Tisztelik az aktívan érvényre juttatják a közémtek érdekeit,
minden erejükkel megakadályozzák, hogy a közjót és a közérdeket bárki önös érdekből félredobja. Ezért olyan programra fogunk szavazni, amely a népesség elvét tiszteletben tartja, és amelynek van kötőereje, amelynek betartásáért felelősséget vállal a politikai erő, melyik meghirdeti. Olyan programra fogunk szavazni, amely felvállalja a civilek elfogadott nemzeti stratégiai következetes megvalósítását, és biztosítja a civil kontroll lehetőségét. Ma senki nem felügyeli azokat, akik a nemzet vagyonát és a jövőjét visszük. Ezért élnek vissza a hatalommal, ezért lehet gátlástalanul gerészkedni, ezért nevet korban az erkölcs, az igazság és a bizalom. Ne hagyjuk magunkat zsákban táncoltatni! Legyen súly a szavunknak! A kérdés kiéleződött! Párturalom vagy demokrácia! Döntsön a nép! Patrióták! Jelenleg nincs saját alkotmányunk. Történeti alkotmányunkat múzeumba tették a meglévő módosított sztálini örökség. Arra jó, hogy a jogfolytonosságot biztosítsa a kommunista diktatúrának, de arra nem, hogy a benne lejt jogainkkal mi állampolgárok a gyakorlatban is élhessünk. Ellopták történelmünket és múltunkat. Az itt, a hősök terén ránk tekintő, honfoglaló vezéreink és az ország sorsáért elkötelezett nagykirályaink üzenetét meghamisították. Mire magunkhoz tértünk, egy szűk csoportból álló posztkommunista módszerekkel dolgozó oligarchia, olyan helyzetet teremtett, amely az országot nyomorba döntötte, és a magyar népet a világ nemzetei előtt nevetségessé tette, sőt, megalázta. Elszenvedtük a tatárjárást, Mohácsot, az ország három része osztását, Trianon, két tiszta forradalmunk nevelését, azután kifosztottak minket. Most éppen, amíg megvan a demokráciánkat, akarják koporsóba tenni. Most már Magyarország kormányzását is korrupt pályázatokon árreformok ügyére lehessen elnyerni. A zsebeseknek meg kell parancsolni, a lopásban közreműködőket felelősségre kell vonni. Minket, hogy most befejezzük. De nem látszott meg
megoldásokkal, önös érdekeknek engedve, hatalmi faktumokat kötve, hanem úgy, ahogy a szózat, ellentmondás nem fülőden parancsolja, rendületlenül, mindenkor híven, következetesen, soha nem letérve az igaz útról. És most a szózat parancsának szellemében szavazzunk. Elmondom a kérdést, és tőletek várom a választ. Követeljük-e a parlament felosztásáért?